A Védelmi Minisztérium jóváhagyta a katonai kiképzés különböző szintjei, valamint a biztonsági és védelmi erők állománya számára az előzetes egészségügyi ellátás normáit, számolt be a Védelmi Minisztérium. A dokumentum meghatározza a honvédség a biztonsági és a védelmi erők állománya által a harcok során nyújtandó előzetes egészségügyi ellátás mértékét, a harci és különleges feladatok, a nemzetbiztonsági és védelmi intézkedések végrehajtását. A rend az előzetes egészségügyi ellátást négy szintre osztja fel, felsorolja azokat a készségeket és beavatkozásokat, amelyeket a honvédek a sebesültek ellátása során alkalmaznak. A dokumentum a segítségnyújtáshoz használt gyógyszerek listáját is tartalmazza. Jelenleg olyan rendszerrel rendelkezünk, amely Ukrajna és a NATO országok legjobb tapasztalatait foglalja magában. Ez megóvja honvédeink életét és egészségét a fronton, és javítja a taktikai orvosi képzés minőségét, mondta Natalia Kalmikova, Ukrajna védelmi miniszter helyettese.